12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András. Jakab, Zebedeus fia és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab, Alfeus fia és Taddeus, Simon a kánaáni és Júdás az iskariótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik. Pogányok útjára ne térjetek le, és samáriai városba se menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek mindenütt. Elközelített a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az erszényetekbe. Se úti táskát, se két ruhát, se sarut, se potot, mert méltó a munkás a kenyerére. Amikor betértek egy városba vagy faluba, tudakozzátok meg, ki méltó ott erre, és annál maradjatok, míg csak tovább nem mentek. Ahogy bementek egy házba, köszöntsétek a ház népét. És ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg a beszédeteket, menjetek ki abból a házból vagy városból, és még a port is verjétek le a lábatokról. Bizony mondom nektek, Sodoma és Gomorra földjének könnyebb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékre adnak, és zsinagógáikban megkorbácsolnak titeket. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak titeket érettem. Tanúbizonyságot a pogányoknak. De amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, hogyan vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az, aki szól általatok. Akkor majd halálra adja testvér a testvérét, apa a gyermekét, és a gyermekek szüleik ellen támadnak és megöletik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig helytáll, az megtartatik. Ha az egyik városban üldöznek titeket, fussatok a másikba. Bizony mondom nektek, végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háznépét. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétben mondok nektek, a világosságban mondjátok el, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni.
hanem inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, de a ti atyátok akarata nélkül egy sem esik le azok közül a földre. Nektek pedig még a fejetek hajszála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő apja, a leány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között. És hogy az embernek ellensége legyen saját háznépe. Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám. És aki nem veszi föl az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, érettem, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert az próféta, a próféta jutalmát kapja. És aki igaz embert fogad be, mivel az igaz ember, az igaz jutalmát nyeri. Aki pedig e kicsinyek közül egynek is inni ad csak egy pohár friss vizet, azért, mert ő az én tanítványom. Bizony, mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.